Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök a kettő hetente jelentkező Komárom-Esztergom megyei magazint láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Tokod Altáró és Ács Teszér találkozója. Átadták a tematikus játszóparkot Kisbéren. Megnyílt és megújult a megyei könyvtár. Újra látogathatók a Vértes-Szentkereszti apátság romjai. Ismét megnyitott a kapuit a Tatai Eszterházi kastély. Orbán napot tartottak Bajon. Újraindultak a megyei önkormányzat által létrehívott kistelepülési páros találkozók. Szombaton az ácstesériek érkeztek viszontlátogatásra Tokod Altáróra. A megyén körülmegyünk körül elnevezési program keretében számos érdekes hely tárul fel, és bemutatkoztak a tehetséges helyi előadók is. Az egykori bányásztelepülés egy rendkívüli ásványmúzeummal is dicsekedhet. Megható anya-lánya pillanatok a Tokod Altárói bányászművelődési házban. A negyedikes kislány örömében édesanyja osztozik, miután Renáta egy népdalcsokrot énekelt a színpadon. Az érzelmek láthatóan és hallhatóan a közönséget is elragadták. Kinek nincs kedve itt lakni, menjen megy országba lakni. Molnár Renáta előadása annak a viszontlátogatásnak volt a megnyitója, melyen Tokod Altáró fogadta Ács Teszér küldöttségét. Az első találkozásra Táncsics falujában került sor tavaly szeptemberben. Ősszel, amikor önöknél voltunk, az az igazság, hogy nagyon magasra tették a lécet. Nagyon vártuk már ezt a találkozást, megmondom őszintén. Kimaradt ugye egy év. Elmúlt összejött, nagyon boldogok vagyunk. A résztvevőket Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte. Az volt a célunk ezzel a programmal, hogy megismerjük egymást legalább olyan szinten, hogy egy-két település találkozon a régi vármegye, a régi Esztergom vármegye és a régi Komárom megye területéről. A Tokodról levált 1992 óta önálló Tokod Altáró több mint 3000 ember lakja. Címerében az erőd a közeli római katonai tábor romjaira utal, a mécses pedig az egykori bányászatra. A Tokodi Altárót, bányaalagutat 1896-ban hajtották ki, és 71 év széntermelés után 1967-ben zárták be. Érthető, hogy a bányász kórus is nagy múltra tekint vissza. A legkisebbek a bányát már csak nagyszüleik elbeszéléséből ismerhetik, azt pedig talán nem is gondolnák, hogy a magasból lehulló, majd a mélybe szivárgó víz bányászata őrzi még a régi idők építményei technológiáját. Nagyon finom itt az ivóvíz, egyetlen probléma, mivel karszvíz azért kemény. Az ácstesziéri vendégek ellátogattak az egykori bánya lejtakna bejáratához, ahol most is minden nap kis villanymozdonnyal indulnak a mélybe a vízbányászok. Az itt kitermelt karsztvíz sok várost, köztük Esztergomot is ellátja, és a térségben egyedüliként ásványvíz minősítéssel rendelkezik. Az, ahol most állunk, ez a régi szénbánynak volt a bejárata. Itt mentek be az emberek dolgozni a aknás fejtésekhez, és itt is hozták ki csillékben a szenet. Ez 67-ben megszűnt, mikor a bánya abbahagyta a kitermelést. Onnantól kezdve vízkitermeléssel foglalkozunk. Ez a vágat, amelyre tovább nézünk, ez nagyjából megy be 1 kilométert, aztán fordul jobbra 90 fokot, és elmegy dorogra a Baumit kőszénbánya alá, ott van megcsapolva a karszvízbázis, amely karszvízbázis egészen lenyúlik Pécsig is. A vízbázis létesítménye mellett az egykori bánya igazgatóság épület előtt bányász bandi szobra figyel. Előtte az éppen felújítás alatt lévő Szent Borbála templom áll, melyet szintén megtekintett a delegáció. A templomunk 1924-ben épült, a Magyar Általános Kőszénbánya Kft. Építette, és szerette felvételékekkel az itt élő bányász családok részére. A programok sora ezzel még nem ért véget. A település egy eldugott pontján fantasztikus ásvány és ősmaradvány kiállítás megtekintésére invitált a saját portálja egy részét múzeumnak átalakító magángyűjtő. Egyedülálló
legalábbis a megyében mindenképpen ez a múzeum, hiszen egy rendkívül szakszerűen rendszerezett körülmények között tekinthetők meg, részint a környék, részint pedig a távoli földrészekről származó ásványok is. A múzeum ingyenesen látogatható, de előzetes bejelentéssel a képernyőn látható telefonszámon. Nem is gondoltuk volna, hogy ilyen nagy iparvárosok mellett egy ilyen kis helyes, gyönyörű kis település van, ahol sokan vannak, nagyon összetartva a közösség, ahol látjuk. Szinte az utolsó gondolatunkat is kitalálva fantasztikus vendéglátásban van részünk, úgyhogy nagyon örülünk neki, és várjuk őket vissza szeretettel majd. Egy éve készülünk erre a programra, úgyhogy szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy tavaly tavasszal lett volna, vagy ugyanebben az időben, amikor Ásteszér települést vártuk volna szeretettel, de a Covid helyzet miatt sajnos ez kútba fulladt. Polgármester úr mondta, hogy olyan fogadtatás volt Ásteszér részük, hogy nehéz lesz felülmúlni, hát sikerült polgármester úréknak felülmúlni itt Tokodaltáron. Egyszerűen vendéglátásban is, programokban is jeles értékelést tudnék adni polgármester úrnak, mert tényleg felülmúltak minket. Nagyon sok mindennel lettünk gazdagabbak, élménnyel, tudással, és szerintem nagyon-nagyon sok barátsággal. Emberileg nagyon közel kerültünk egymáshoz, és már most tervezzük a jövőbeni programokat a két település között. Szerintem tartani fogjuk nagyon sokáig a kapcsolatot, és köszönjük a megyének. Több olyan találkozót szeretünk volna összehozni és megszervezni, ami azt a célt szolgálja, hogy egyrészt a megyei identitástudatunkat erősítse, másrészt pedig megismerjék ezek a különböző települések egymás hagyományait, kultúráját. Ez volt a 16. páros találkozós, ezen a nyáron még újabb 24 van hátra, más rendezvény. Együtt több mint 40-et hív létre a megyei önkormányzat. Büszkeséggel tölt el, hogy közel 4500 ember tudtunk bevonni megye szerte ezekbe a programokba, a különböző közösségi rendezvényeken. Én bízom benne, hogy ez a szám növekedni fog, hiszen nagyon népszerűek ezek a programjaink. A tokodaltárói találkozót a Bányász Művelődési Ház kiállításainak megtekintése és zenés program zárta az estébe nyúló közös ismerkedéssel, barátkozással. Május végén átadták Kisbéren a Mini Magyarország Maget Park látogatóközpontját és a tematikus játszóteret. Az építményben határon túli kulturális örökségek elevenednek meg. Május 28-án adták át Kisbéren a Mini Magyarország Maget Park látogatóközpontját és a tematikus játszóteret. Az eseményen részt vett és beszédet mondott Cunyiné dr. Bertala Judit országgyűlési képviselő, Sinkovics Zoltán Kisbér polgármestere és Bara Zoltán a Ponsz-Danubi Európai Területi Együttműködési Csoportosulás igazgatója. Én úgy látom, hogy az utóbbi időben nagyon-nagyon megnőtt a turizmusnak a jelentősége, és azon belül is a belföldi turizmusnak a jelentősége. Ezt az elmúlt egy év a Covid járványhelyzet azt hiszem, hogy nagyon jól megmutatta. Kisbérváros önkormányzata már jó pár évvel ezelőtt felismerte ennek a jelentőségét, és éppen most számoltam utána, hogy 10 évvel ezelőtt indult útjára itt a Tóparton ez a fejlesztés, aminek most egy nagyon szép mérföldkövéhez érkeztünk. Azóta egy szisztematikus fejlesztést hajtottunk végre, amit, hogyha ha megengednek, akkor kicsit felidézem. 2011-ben volt a Mini Magyarország Maket Parknak az avató ünnepsége, június végén, úgyhogy közelítünk ahhoz, hogy pont 10 éves legyen. Az elmúlt időszakban folyamatosan fejlesztettünk, mindent megtettünk azért, hogy ez a terület így nézhessen ki, ahogyan most kinéz. Fel szeretném idézni, hogy ennek a célnak az érdekében alakítottuk ki a buszparkolót a Magyar utcai ABC áruház mellett. Ennek a célnak az érdekében alakítottuk ki a sétányt itt a Tópart utca, illetve a Magyar utca közötti szakaszon. Ezért tudtuk le, vagy ennek érdekében aszfaltoztuk le itt a Tópart utca két vége közötti szakaszt. Ennek az érdekében szereztük meg a Sziszi-szigetet, alakítottuk ki ezt a mostani parkosított állapotot, szeretnénk ezáltal is erősíteni a térségnek a turisztikai vonzerejét. És hát itt a közvetlen területen is ezért terveztük ide a Sacravello kerékpáros túraútvonalnak a pihenőpontját,
Ezért tettük ide a kombi kerékpár kölcsönzőnek a pontját, hogy mindenképpen az ide érkező látogatók mindent egy helyen találjanak meg. Én szeretném megköszönni a Ponsdanubi LGTC-nek, különösen Bara Zoltánnak és csapatának, hogy lehetővé tették, hogy ezt mi megvalósíthassuk. Ugyan kellett hozzá egy kis kreatív gondolkodás, ugyanis ez a pályázat ez egy tematikus játszóparkoknak a megvalósítását célozza, minden tagtelepülésen ilyenek valósulnak meg. Egyedül mi vagyunk azok, akik a testvérvárosunk, a szintén LGTC tag Gúta nevezetessége, a Fahid motivumait visszatükröző játszótér kialakítás mellett egy fogadóépületet, illetve én jobban szeretem úgy hívni, hogy látogatóközpontot tudtunk kialakítani, ami pedig a kisbéri lovaldát, kisbérváros címerépületének a formáját tükrözi vissza. Örömteli pillanat ez, hogy itt lehetünk, ahogy elhangzott, 10 éve jött létre a Mini Magyarország, körülbelül 10 éve jött létre a Ponsdanubi is, egy évtized áll mögöttünk. Ezen évtized alatt több tucatnyi projektet, pályázatot készítettünk elő, és hát őszintén mondhatom, hogy a Coldplay az egyik, ami a szívemhez legközelebb áll. A célunk ezzel az volt, hogy egyrészt ugye egy ilyen gyermekpark, családos apaként tudom, az a helyieknek készült, tehát nyilván elsősorban ők is fogják kihasználni. Másrészt viszont arra szeretnénk buzdítani az embereket, hogyha bárhol ebben a 9 városban, bárhol találkozik valaki egy ilyennel, hamaros ilyennel nagy infótáblák is készülnek erre, amint kész az összes park. Arra buzdítjuk az embereket, hogyha egy ilyenbe bárhol belebotlik, akkor járja körbe az összes többit. Én otthon úgy szoktam mondani, hogy gyerekes családoknak fél évig meg a hétvégi program. Azért vagyunk ma itt ennek az interreges projektnek, vagy határon átnyúló együttműködések keretében megvalósuló fejlesztéseknek az átadóján ilyen körben, mert ennek a projektnek az egyik mozgatórugója vagy lelke az volt, hogy a megyénkben, a térségünkben található települések, ezek közül eminensen azok, akiknek van felvidéki testvértelepülése, tudjanak egyfajta kulturális hidat is képezni a fejlesztéseikkel és a beruházásaikkal. Tehát nem csak egyfajta ötlet az, hogy leképezzük itt Kisbéren a gútai, Oroszlányon a vágsejei leghíresebb vagy leginkább elhíresült építménynek a sziluettjeit egy játszótér formájában, hanem képletesen és szimbolikusan is van üzenete annak, hogy ennek a projektnek a keretében a felvidéki testvértelepülésekkel valamiféle közös gondolat fogalmazódott meg. Ennek a 10 éves határon átnyúló együttműködést jelentő Ponsdanubi társaságnak a munkája és a kezdeményezései azok ebben a térségben, mint határmenti megye nagyon fontosak, és ezt köszönjük szépen elnök úrnak, mert ezeknek a fejlesztéseknek nem csak az építés, nem csak az épületek felhúzása, vagy új elemeknek, infrastruktúráknak a létesítése a lelke, hanem tulajdonképpen annak idején, amikor az unió támogatási körében ezek a határmenti együttműködési források rendelkezésre álltak, akkor olyan koncepciót választott hozzá Komárom-Esztergom megye a Ponsdanubi társulással együtt, ami segíti az egyébként a trianoni békeszerződést, vagy mondjuk bátran békediktátumot megelőzően egy gazdasági térségnek az együttműködését. A Tatabányai József Attila megyei és városi könyvtár újjáépítése a Modern Városok program keretében valósult meg, csak nem 3 milliárd forintos támogatásból. A 21. századi modern technikával kialakított tudástár és közösségi tér a korábbinál 2-szer nagyobb alapterületen várja az olvasókat. A megyei könyvtárban nagy hangsúlyt fektettek az önkiszolgáló funkcióra is. Itt a digitális olvasójegyem, büszkén mutatom be az ország legmodernebb könyvtárának az olvasójegyét. Megnyitotta kapuit az átépített József Attila Városi és Megyei Könyvtár. Egy jól felszerelt, a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett digitális tartalmakkal kiegészített tudásközponttal gazdagodott Tatabánya és Komárom-Esztergom megye. Ha jól tudom, az Európa Kulturális Fővárosa projektben Pécsen épült utoljára ilyen színvonalú megyei könyvtár. Nagyon büszke vagyok, és különösen azért vagyok büszke, mert ez a könyvtár Tatabányán van, szolgálja a megyei jogú város lakosait, de az egész Komárom-Esztergom megyei lakosságot is szolgálja. Összesen 60 könyvtárral van kapcsolata, amelyeket szakmailag felügyel és segít.
Két évvel ezelőtt vette kezdetét a nagy munka a Tatabányai József Attila könyvtárban. Lebontották a régi épületet, hogy a helyére a kor vívmányainak maximálisan megfelelő, a látogatókat teljesen kiszolgáló könyvtár épülhessen. A beruházásra a kormány a Modern Városok program keretében 1,7 milliárd forintos támogatást nyújtott. Közel 2 milliárdos beruházásról van szó, alapvetően a magyar kormány támogatásával egy visszafogott önkormányzati részvállalással valósulhatott meg a beruházás a Modern Városok program keretében, amelyről, hogyha jól emlékszem, 6 esztendővel ezelőtt állapodtunk meg a miniszterelnök úrra. Az épületbe lépve a galériás előcsarnokban, a földszinten közösségi tér jött létre magazinolvasóval, kávézóval, gyermekkönyvtárral és internetező asztalokkal, illetve egy több funkciós alkotó előadó térrel együtt. Az első emeletre került a helyismereti, a helytörténeti és a múzeális gyűjtés. Egy tanulótér és a megye könyvtárosainak képzését szolgáló oktatóterem is. Én úgy gondolom, hogy ez már nem csak a könyvek tára. Ennek egy közösségi térnek kell lenni. Egy olyan közösségi térnek, ahol korosztálytól függően megtalálják akár a tudásszerzéssel kapcsolatos igényeiket az emberek, akár azzal kapcsolatban, hogy eltöltenének, szívesen szórakoznának. Vagy esetleg, ahogy láttuk, a lehetőség van arra, hogy digitalizálni bizonyos eszközökkel a meglévő könyvtári dolgokat, és ezeket mint egy többletszolgáltatásként kínálja a könyvtár. Minden könyvet digitális jellel láttak el, így az elektronikus olvasójeggyel együtt egy automatán keresztül egyszerűen, gyorsan kikölcsönözhetőek, visszaregisztrálhatóak a könyvek. 1964-ben adták át, és utána még történt egy hozzáépítés, egy tömörraktári résznek a hozzáépítése. Valóban más a könyvtár, a terei is mások, máshogy van elrendezve, de aki nagyon figyel, azért észreveheti a régi könyvtárnak az emlékeit, hiszen a külső koszorú az megmaradt, az jelzi, hogy itt ezelőtt is megyei könyvtár működött. A könyvtár céljára használható épületrészek alapterülete megduplázódott, így az 1964-ben emelt épület helyén egy korszerű, 21. századi intézmény jött létre. Országos viszonylatban egyedülálló szolgáltatások érhetőek el az olvasók számára. Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus könyvtár. Most, hogy ide olvasójeggyel rendelkezem, névre szóló olvasójeggyel lettek meg a kedves kollégák, úgy érzem, hogy én is egy picit tatabányaivá váltam ezáltal, úgyhogy el fogok látogatni, mint olvasó is. Azt gondolom, hogy Magyarország számára nagyon fontosak ezek a projektek. Magyar Állam a Modern Városok program keretében nyújt támogatást a megyei jogú városoknak. Ez nem csak egy könyvtár építésére szolgál, hanem ez különböző beruházási elemeket tartalmaz magában. Úgyhogy de most jelen pillanatban egy gyönyörű új épületben vagyunk, 2,7 milliárd forintból megépült új épületben vagyunk. Az Oroszlányt és Pusztavámot összekötő útmenti erdőben páratlan szépségű természetvédelmi környezetben áll a Vértes Szentkereszti Bencés apátsági templomrom. A bakancsos turisták közkedvelt úti célja május 28-ától ismét megtekinthető nyitvatartási időben, tárlatvezetéssel szerdától vasárnapig minden egész órában. Egy kisebb emelkedő tetején a hatalmas fák közül mintegy látomás tűnik fel a páratlan szépségű Vértes Szentkereszti Bencés apátsági templomrom. A műemlék 2019-ben került a Nemzeti Örökség Védelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Vagyonkezelésébe, amely május 28-ától várja a kirándulókat. Régi restanciánk volt ennek a helyszínnek a rendbehozása, hiszen óriási piaci igény mutatkozott, hogy ezt a szakrális helyszínt minél többen itt a Vértes sűrű erdejében megnézhessék. Elsősorban aktív turizmus számára, tehát kerékpárosok, gyalogosok, klasszikus bakancsos turisták voltak azok, akik folyamatosan kérték tőlünk, hogy tegyük látogathatóvá és bejárhatóvá ezt a templomromot. Ezt tettük meg, így biztonsággal látogatható a helyszín szerda és vasárnap között, délelőtt 10 és 17 óra között. A kamalduli remetességben Majkon lehet kombinált vagy egyéni jegyet váltani készpénzért és kártyáért, itt fenn a Vértes Szentkereszti gondnoknál pedig csak kontakt lesz, azaz érintésmentes kártya elfogadásával lehetőség.
Az Oroszlányt és Pusztavámot összekötő útmenti erdőben páratlan szépségű természetvédelmi környezetben áll a Vértes Szentkereszti Bencés apátsági templomrom. A bakancsos turisták kedvelt úti célja május 28-ától megtekinthető, nyitvatartási időben, tárlatvezetéssel, szerdától vasárnapig minden egész órában. A Vértes Szentkereszti kolostor és templomrom szintén a NÖF vagyonkezelésébe tartozik, ahogy Tatai Eszterházi kastély, de a nem messze innen található Majki Kamalduli remeteség is. Feladatunk van, és egy küldetés is egyben, hiszen a NÖF-nek, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-nek kifejezett és kiemelt feladata a magyar épített örökség, az örökségvédelmi szempontból fontos kiemelt műemlékek karbantartása, javítása, láthatóbbá tétele, egy szóval üzemeltetése. A Szent Kereszt tiszteletére emelt középkori bencés apátság romjait a vértesűrű erdősége rejti. Ez az ország egyik legszebb, legbékésebb hangulatú műemlék maradványa. Ez a műemlék együttes soha nem volt hivatalosan és szervezetten látogatható. A 70-es években, a 70-es évek legelején kezdődött meg a műemlék együttes feltárása, akkor a Tatai Múzeum kezelésében volt, és akkortól van a feldolgozása, a történelmi hely történeti, történészi átértékelése ennek a műemlék együttesnek, ami itt található. Akkor készült el a kőtár, ahol az itt megtalált romhoz kötődő kőelemeket leltárba, Lajstromba vették. Akkor készült el az a kor felvonulási épület, ma már a gondoklakásként kialakított épület van itt még a rom területén. És hát az elmúlt esztendőkben egy alapítvány támogatásával 2004-ben egy úriember költözött ide, Nagybátor a gondoklakásba, és akkor még az alapítvány gondozásában, alapítványi támogatással kezdte Henye Péter a helyet rendezni, rendbe rakni. Aztán 2004 után egy kicsit már csinosodott a hely, a kíváncsiskodó, és egyébként van egy klasszikus látogató rétege Vértes Szentkeresztnek, hiszen a szakrális turizmus számára ez egy ismert hely, most is rajta van egyébként a megyei szakraveló kerékpárútnak az állomásai között. És aztán 2010 után kezdődött a műemlék együttesnek egy szervezett vagyonkezelési átfogó gondolkodás, és akkor már megjelent a szándék, hogy a nagy nyilvánosság elé szervezetten látogathatóvá kell tenni. Egy speciális műemléki helyen vagyunk, hiszen nincs visszaépítve csak részben, amit még a 70-es években a történészek megtettek. Maga a rom ebben a csonka formájában üzeni azt a történelmi súlyt és azt a történelmi légkört, ami az alapítása kezdve a térség meghatározó történelmi egyházi intézményeként és szándékosan nem csak templomként említem, jelen van. A műemlékbe látogatók belépőjegyük megváltásakor egy közel 1000 éves bencés apátság és templom rom területére lépnek be. Emiatt, illetve az állagmegóvási szempontokat szem előtt tartva, a terület kizárólag tárlatvezetéssel látogatható. Hivatalosan is megnyitott a kapuit a látogatók előtt a Tatai Eszterházi kastély. A kivételes műemléki épület fejlesztésének alapkövét 2018. márciusában tették le. A 1,5 millió forintos Európai Uniós és 832 millió forint hazai forrásból megvalósult beruházás a Nemzeti Kastély és Várprogram része, amelyben összesen 39 műemlék nyeri vissza pompáját. 2021. május 25-én hivatalosan is átadták a felújított Eszterházi kastélyt Tatán. Az épület eredete hosszú és történésekben gazdag múltra tekint vissza. Az Eszterházi család tudatosan terjeszkedett már a 16.-17. századtól kezdve, aminek fontos mérföldköve volt a Tata gesztesi uradalom megvásárlása és kiépítése. A család még a vár átépítetésével is tervezett, állítólag azonban Eszterházi Józsefre majdnem ráomlott a több mint 400 éves lakhatatlan vár. Így hát Fellner Jakab tervei alapján megszületett az ikonikus kastélyépület, a helyszín azonban a II. Világháborút követő államosítás után idegszanatóriumként funkcionált. Az új szerepben működő épület a karbantartás mellett jobb állapotban maradt fent, mint más műemlék. Az 1990-es években viszont kiköltözött a kórház az épületből, amely folyamatos állagromlást eredményezett. A Nemzeti Kastélyprogramnak köszönhetően 2018-tól szakemberek vették birtokba a helyszínt, és mintegy 2 év során újították fel a történelmi hagyatékot, amelyet már bárki látogathat.
A látogatók mintegy 30 helyiséget ismerhetnek meg a kastélyba lépve. A kiállítás rendhagyóan az emeleten veszi kezdetét, a vesztibül várja először a látogatókat. A szalonokban a kastély építés történetét bemutató kiállítást a családnak a történelem nagy folyamába ágyazódó históriája követi, amelyet egy látványos, interaktív családfa tesz szemléletessé. A díszebédlő zöld színű, aranyozott fa burkolata az eszterházi ősök arcképeit foglalja keretbe. A család több tagja is diplomataként szolgálta a császár és a birodalom érdekeit, róluk szól az emeleti nagy szalon kiállítása. Innen nyílik a Napóleonnal kötött úgynevezett Schönbrunni béke aláírásának helyszíne, a toronyszoba, azaz a békekabinet. A kastély könyvtár szobáját a császárszalon követi, amely Vilmos német császár hálószobája volt a híres császári hadgyakorlat idején. Az egykori grófnői magánlakosztály teremsora eredeti bútorokkal és tárgyakkal berendezve enged bepillantást a kastély úrnőinek életébe. Szerencsés módon eredeti állapotukban maradtak meg a grófnő fürdőszobái. A gyermekszobákban kastélymakett, babaház várja az érdeklődőket, valamint egy terepasztal, amelyen több ezer ólomkatona masírozik. A földszint egyik legkülönlegesebb helyszíne pedig a toronyszobában berendezett kastélykápolna, amelynek gyönyörű oltára 75 év után újra eredeti helyszínén látható. A kastély kiállítása végül a Békeszigete címet kapta. Egyrészt egy nagyon nevezetes békekötésnek a helyszíne, mi itt Tatán, ugye ezt büszkén szoktuk emlegetni, hogy Tatán kötötték meg a Schönbrunni békét, ami a napóleoni háborúk folyamatában 1809-ben olyan nagyon fontos eseménynek számított. Ez a kastély a helyszín, ahol a király hónapokon keresztül tartózkodik a hadvezéreivel, a minisztereivel, és egy nagyon súlyos békének a feltételeit fontolgatja, és végül is aláírja a békekötést. A Békeszigete kifejezés talán arra is utal, hogy valóban a visszavonulás helyszíne volt, ahol annak idején Zsigmond és Mátyás vadászott a Vértesben. A 19. században ezeknek a vadászatoknak is, a lovasvadászatoknak, a falkavadászatoknak is a helyszíne volt. A falkavadászatokat szintén megtisztelte mondjuk Ferenc József császár. És a Békeszigete talán olyan módon is, hogy egy picit a családi életbe is belepillanthatunk, itt szó fog esni majd a grófnékről, akik a családi szövetségekkel, illetve a hozományokkal támogatják az eszterháziak tekintélyének rangjának az emelését. A kastély életében kiemelten fontos a helyi képzőművészek bemutatkozási lehetőségének biztosítása, így még egy egyedi funkcióval bővült az impozáns helyszín. Három helyi tatai kézművest fogunk felkérni arra, hogy zsűrizze a megyében jelentkező kézműveseket, és azokból válogassa ki azt a 10-12 alkotót, aki mondjuk, hogy azon a szinten van, hogy már tud alkotni egy kastély kollekciót. A művészeket beengedtük még az építkezés folyamán, megnézhették a színeket, a formákat, meríthettek az energiából, ami a kastélyban van, és mindenki kapott egy elég komoly feladatot, hogy egy kastély kollekciót készítsen el, úgyhogy az itt megvásárolható termékeket ide gyártották sorszámilag, és mindegyedi kézzel gyártott termék. A kastélyban az élet igazán a protokoll megnyitó után kezdődött el, amikor érdeklődők százai érkeztek a felújított épületbe. Szentesiné Éva például az értelmiségi nyugdíjas klubot invitálta meg egy vezetett kastélybejárásra. Elképesztően szép, hallatlan boldogság a kastélyt látni, benne lenni, egyáltalán tudni azt, hogy nekünk tataiaknak van egy ilyen. Én komolyan mondom, amikor először bementem és végigjártam, a szívem elszorult, tele van gyönyörűséggel. Ahogy ezt a felújítást végző szakemberek is elmondták, annak jelent igazi értéket a kastély, aki a rekonstrukciót megelőzve is látta. Forgó Pál szakpszichológus számára talán még szívhez szólóbb az átalakulás. Nagyon szépen sikerült a rekonstrukció. Nekem volt szerencsém látni még akkor, amikor itt kórházként üzemelt, amikor itt pszichiátriai betegek voltak elhelyezve. Össze tudom hasonlítani a kettőt. Fantasztikus munka, amit végeztek. Nagyon szép a kiállítás anyaga. A kastély felújítása a turizmus világában tevékenykedőket is lenyűgözte. Tátus Tíme, a idegenvezető, már izgatottan várja, hogy a helyszínre kalauzolhassa a látogatókat.
Szerintem minden a helyén van, minden apró részlet tökéletes, és méltó emléke annak az Esterházy korszaknak, vagy annak az időszaknak, a több mint 220 évnek, amit ők itt töltöttek, illetve a történelmi eseményeknek is a megörökítése. Ugye nagyon sok történelmi eseménynek adott helyszínt a kastély, úgyhogy ezek is nagyon részletesen és nagyon szépen ábrázolva vannak. A modern technika, a 21. századi interaktív alkalmazások is megjelennek, tehát nagyon interaktív az egész kiállítás. Az épület igazi inspiráció is, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Komondi Ágnes Tata könyvében is sokat segítettek a kastély szakemberei különleges információkkal. Mivel én egy év alatt a könyvhez, a Tata könyvhez információkat gyűjtöttem, így az itt dolgozók, akik részt vettek ezekbe a rekonstrukciókba, meg a felújításba, nagyon sokat segítettek, és itt is köszönöm számukra. Nem tudnék kiemelni egy részletet, nekem így unblock tetszik az egész. Tehát, hogy főleg ez, hogy a múltat összehozták a maival, tehát, hogy a fiataloknak is érdekessé tették, interaktívvá tették, kérhetünk vezetést, mehetünk egyénileg, tehát tényleg nagyon rugalmas ez az egész kastélynak a kezelés, úgyhogy mindenkinek egyszer látnia kéne, kétszer vagy háromszor, szóval sokszor, és mindig találunk újat benne. Végül a kastély egyik legnagyobb meglepetése amfiteátré felbukkanása volt. Schweiger Antal alkotása a felújítás során került elő a kastélyparkból. A szobor Poszeidon feleségét jeleníti meg, miközben egy hal száját fogja. A műemléket Csák Attila szobrászművész restaurálta, amelynek köszönhetően a tengerek királynője teljes mértékben visszanyerte eredeti kinézetét. Amfiteátré tökéletesen szimbolizálta a kastély felújítását, megjelenésével, annak tökéletességével és történetével. Így nem véletlen, hogy a projekt emblémájává vált. Évszázados hagyományok szerint, ha kemény fagyok pusztítottak a szőlők között, Szent Orbánt megvesszőzik, de ha a fagyok megkímélik a tőkéket, borral locsolják meg hálából. Idén is boroskancsók kaptak feladatot Bajon, Szent Orbán szobránál, de május utolsó hétvégén a kicsik is kaptak feladatot gyereknap alkalmából egy nyomozójáték keretében. Emellett egy új kezdeményezésre invitálják a baji, vértesszőlősi, dunaalmási és neszmélyi családokat, baráti társaságokat. Idén is borral öntözték meg az Orbán szobrot Bajon. Egy esztendő kihagyással találkozhattak Szent Orbánnak, a szőlészek és borászok védőszentjének emléknapján a baji gazdák és Szent Orbán tisztelői. A katolikus egyházban nagyon sok szentnek van valamilyen egyéni ilyen küldetése, hivatásamban segíti a keresztény népet. Ez ugye az életéhez kapcsolódik, és Szent Orbánnak a közbenjárását éppen a szőlő műveléssel kapcsolatos különböző foglalkozásokban kérik, illetve a szőlős gazdák, a borászok, hogy jó termésük legyen, és ezért emelték ide ezt a kis emlékművet, ugye Szent Orbán szoborral, és ugye itt a szőlők között vagyunk, és minden évben ugye szőlőművelő gazdák ugye megszervezik ezt a kis ünnepséget, amikor hát kijövünk ide, és hát közösen kérjük az ő közbenjárását. Ilyenkor nem csak imádkozunk hozzá, kérjük az ő pártfogását, szentelt vízzel szoktuk ilyenkor újból és újból meghinteni a szobrot, illetve a határt is, kérjük az ő közbenjárását, illetve ugye, mint láthattuk, borral is meghintik az ő emlékművét, a szobrát. Ezzel előlegezik az ő közbenjárását, de már hallottam olyasmit is, hogyha ez nem jön be, hogyha mégse segít, vagy valami baj történik, akkor bizony, hát számon kérik tőle, hogy miért nem segített. És ezért mondtam az elején azt, hogy hát nem csak imádkozni kell hozzá, hanem maguknak, a gazdáknak is kell azért imádkozni, illetve ugye nekik is mindent meg kell tenniük. Tehát a kapát is meg kell fogni, nagyon sokat kell mondjuk a szőlővel dolgozni, de megéri, mert hát is egyre jobb minőségű boraink lesznek. A táncos mulatság ugyan még várat magára, de az első maszk nélküli találkozóra már sor kerülhetett szombaton. Szent Orbán május 25-én az utolsó fagyos szentnek hívják, tehát azt jelenti, hogyha május 25-éig
fagy vagy jégverés nem vitte el a szőlősgazdáknak a termést, akkor talán remélhetőleg következő időszakban már nem kerül erre sor. 15-16 éve, hogy hagyományként itt meghonosítottuk itt kínabai Kishegyen ezt Orbán napi megemlékezésünket, azóta mindig csak borral locsoltuk, egyszer sem kellett megveszőzni, ugye régi szokás szerint, hogyha jég vagy a fagy elvitt a fiatal hajtásokat a szőlőben, akkor megveszőzték ezért. De itt még nem került rá sor, hál' Istennek, és reméljük, hogy továbbiakban sem. Az időjárás ugye egy kicsit hűvösebb időjárás volt a korábbi évekhez hasonlóan. Ez látszik a szőlőhajtásokon is egy picit. De szerintem most vannak a normál állapotban, mindig a nagy melegek miatt mindig gyorsan ment, gyorsan hajtott. Ilyenkor már Orbán napi megemlékezéskor már virágzott sokszor a szőlő, nagyon szépen. Most azért még az odébb van egy pár hét, még egy-két hét még biztos, mire virágozni fog. Attól függ természetesen, hogy továbbiakban és milyen lesz az időjárás, de itt körbejárva, itt a környéket látva szép, ilyen szépen alakul a szőlő. Ez idáig. Az hagyomány, itt a Szent Orbán térnek hívjuk ezt a kis teret, itt ahol szoktuk a sátrat állítani és egy kis bát is tartani. Hát most olyan hirtelen jött ez a járvány helyzet miatti lehetőség, hogy zenekar meg egyéb ilyen dolog nem került rá, sőt Kispincén lesz egy sátor és ilyen magnós zenéről lesz egy kis vidám délután. De ahogy említettem, jövő héten már azért lesz egy bálunk is, ott egy májusodöntő pál is, erre is lesz lehetőségünk a közösségi házudvarán, úgyhogy be tudjuk pótolni. A gyereknap alkalmából a Mosoly Kuckó is várta a kicsiket, emellett egy játékkal is kedveskedtek a szervezők. Egy új kezdeményezésre hívják a Bai, Vértesszőlősi, Dunalmási és Neszmélyi családokat, baráti társaságokat május 28-a és június 13-a között. Nézzünk be egymáshoz címmel. A feladat, hogy az érdeklődők felfedezzék a négy települést. A megyével kapcsolatos további hírekért és információkért látogassanak el a www.mimegyénk.hu weboldalra, valamint kövessék be a Komárom-Esztergom megyei magazin YouTube csatornáját is. Én munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, találkozunk két hét múlva. A viszontlátásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.